Musical Show kapcsán beszélgetünk a következő percekben. Szeretettel köszöntöm a műsorban Vona Tibor kreatív ötletgazdát. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, hogy meghívtatok. Múlt héten volt egy sajtótájékoztató a Musical kapcsán a Klauzál házban. Többek között ez az apropója a beszélgetésnek. Na hát először arról mesélj nekünk, hogy hogyan született meg az ötlet, ez a történet. Ennek mindig van egy ilyen misztikus belső családi alapja, ugye nekem három fiam van, és azt mindig el szoktam mondani, mint nem csak színházba járó, hanem színházat művelő ember. Az első fiamat, a legidősebbet telibe kapta az Oroszlán király története sztoria. Mindegyiknek volt egy ilyen nagy állatos családi musical, amit nagyon-nagyon szeretett, a középsőt, a Dzsungelkönyve, és a legkisebbnek még már volt semmi, amit nézhetett volna, láthatott volna. És hát abban a szerencsés helyzetben vagyok ilyen kiváló alkotótársakkal, hogy mivel hogy ezzel foglalkozunk, nyilvánvalóan, ha valakinek egy autószerelő műhely van, akkor lehet, hogy autót vesz a 18. születésnapjára a gyermekének, de mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy fogtuk és kreáltunk nulláról írva. Ugye a TBG Production műhelyének az egyik titka, hogy magyar alkotók tollából egyedi magyar témaleiratok mentén készít világminőségű produkciókat. Az, hogy világminőségűek ezek a produkciók, azt nem mi állítjuk, hanem a nézőink. És a Vadakurának is nekiálltunk. Én írtam egy 24 oldalas témaleiratot, jelenetekre bontva, amit ilyenkor három embernek mutatok meg musical műfaj révén, a zeneszerzőnek, az írónak és a dalszövegírónak, Sebestyén Áron, Egressy Zoltán és Müller Péter Sziámi. Ők szétszincálják ezeket a témaleiratokat. Ez már összecokott csapat? Igen, a Tesla kapcsán. Tehát Nikola Tesla Végtelen Energia tavaly február 27-én, épp hogy a Covid előtt debütált musical, ami azóta elfoglalta az országot. Most utoljára szeptember 30-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon voltunk szinte teltházasak, ami azért egy 2800 férőhelyes játszóhely, tehát bőséggel megméretetett, ez az alkotógárda jegyzi. Természetesen az alkotócsapat maga nagyobb, hisz jelmeztervezők, díszlettervezők, fénytervezők, tehát nagyon-nagyon sok egyéb más szekció, de egy musicalnek ez az alapstábja. És ők azok, akikkel nem csak egy szakmai jó kapcsolat, hanem nyugodt lélekkel kijelentetem, hogy baráti a nexus és a viszony, akinek ilyenkor megmutatom az anyagokat, az anyagaimat, az ötleteimet, és ők eldöntik, hogy ez megfelelő, nem megfelelő, mekkora alakítás szükséges, és a Tesla-nál is így történt. A Müller Petinek mutattam meg először annak idején, de itt most egyszerre küldtem szét mind a három kollégának, megnézték, elolvastak, és azt mondták, hogy ez egészen remek alap ahhoz, hogy ha megvan a financiális háttér, ezt köszönhetjük a Soproni Petőfi Színháznak, Patrik András igazgató úrnak és a Magyar Természettudományi Múzeumnak Beltár Zsolt igazgató úrnak. Tehát ha megvan a financiális háttér, akkor nosza vágjunk bele, miért is ne dacoljunk a Covid-dal. Dacoltatok? Hát én azt gondolom, hogy igen, hogy áprilisban indultak az előkészületek. Bontottuk ki a produkciót, augusztus 23-án kezdődtek a próbatermi folyamatok, és valóban múlt hét hétfőn, én most a dátumot pontosan nem tudom, érkeztünk be Gazdik István igazgatónak köszönhetően egy nagyon jó ízű együttműködés, hisz a Tesla is itt készült részben. A Teslát is itt próbáltuk részben a Budafoki Klauzál házba, elfoglaltuk ismételten a színpadot, beépítődött, közel 90 négyzetméter lett fal, tehát egy nagyon látványos vizualitással bíró, ugye mi azért egy vizuális színházat művelünk. Tehát nem díszleteket tologatunk, hanem lett falakat, amik térbe vannak elhelyezve, és ennek köszönhetően tudunk utaztatható módon akár egy 28 jelenet váltással is megoldani egy kétszer egy órás musicalt, amikor a néző tátja a száját, és élő előadó művészek, az ország legjobb előadó művészei, tehát mindenből próbáljuk a legjobbat, legalábbis törekszünk rá, nyilván a kultúra szubjektív, de törekszünk rá, hogy mindenből a legjobbat rakjuk be az asztalra a nézőnek. Gyönyörűek a maszkok, tényleg nézőink is láthatnak közben felvételeket, képeket. Ki készíti, ki tervezte őket? Zséri Csilla, a jelmeztervező, jelmezgyártó cégnek a vezetője.
Itt nem volt könnyű dolgunk. Amikor elmondtuk a feladatot és elmondtuk a határidőket, hogy mi olyan fejdíszeket szeretnénk, a jelmezés komoly, de mi olyan fejdíszeket szeretnénk, mint amit annak idején az indiánok, vagy a vikingek viseltek, vagy a farkasok, farkas fejdíszek nagyon hasonlóak, mint annak idején a magyaroknál a sámánkorban, és így szeretnénk megjeleníteni az állatokat, elbújtatva alatta a színészeket, de természetesen az arcuk látszik, ez ugye akkor látszik a videón is. Egyetlen egy bátor jelentkező volt, aki azt mondta, hogy én ezt be szeretném vállalni, ő Csilla. Csillának egy nagyon profi kreatív tímje van, és maszkmesterekkel, Katus Gyuri például, aki a fej alapokat csinálta, amit aztán utána felvűszőröztek, festették a körmöket, karmokat, fogakat, tehát elmondani nem tudom, hogy itt azt hiszem, hogy ha jól tudom, végül is 76 fejdíszről beszélünk, mert vannak benne gyorsöltözések, 24 fős alaptánckor az, aki ellátja a háttérnek és az atmoszférának a megteremtését 18 táncképben, ami bele van építve a darabba. De igen, ez Csillának köszönhető, és az ő tímjének. Miről szól a történet nagyon alapban? Nagyon alapban. Itt vagyunk egy európai erdőben, nyilván legyünk Magyarországon, természetesen. Mely erdőben 8 klán vezeti az erdő életét, és a 8 klán élén áll a vadakura, minden vadakura. Eltűnik a vadakura, és elküzdenek eltűnni a klánok állatai. És nem tudják, hogy ez minek köszönhető, közben megjelenik egy idegen Afrikából érkezett állat, ennek majd a bevezetőben meglátjuk, hogy ő hogy keveredik ide, vagy minek köszönhető. Első körben mindenki őt gyanúsítja, azért aztán ő nagyon gyorsan vissza szeretne jutni Afrikába, amiben segít neki egy vaddisznó fiú. Tehát az egyik klán, a vaddisznó klán, és ott a agyar a vaddisznó az, aki egyébként a főhősünk, aki segít azukának, az Afrikába jött varacskos disznó lánynak. Direkt nagyon szép énekesnőket kerestünk, hisz a varacskos disznó az egy jó csúnya állat, de ha ezt így összekombináljuk, akkor ez egy nagyon érdekes élményhez vezet. Békefi Viki volt, aki a sajtótájékoztatón énekelte az egyik agyar azuka duettet, és tüneményesen hozta ki a karaktert. Közben kiderül, hogy hát, ahogy szokták mondani, a legnagyobb állat az ember. Egy ember, egy vadorzó az, aki fogságba ejti az állatokat, és az állatok kísérletet tesznek arra, hogy fogságba esett társaikat kiszabadítsák. A tanácsadó, mert minden erdőben van egy ilyen, aki soha nem akart a vadakura lenni, de alapvetően teli van bölcsességgel, egy kortalan óbagoly. Ezt játssza Falusi Marian, Fésűs Nelli, Jan Zakata, ugye most már 3 szereposztásban működünk és dolgozunk. A Covid után mindenképpen, tehát előtte 2 szereposztással le tudott menni vígan egy műzikkel, de most már az egyeztetések miatt a 3 szereposztáshoz kis túlzással kötelező egy utazó turnétársulatnak. És hogy hát nyilván happy end lesz a vége, de hogy kerekedik az egész történet, egy biztos. Ezekkel a szereplőkkel, ezzel a vizuális látványvilággal, ezekkel a dalokkal, ezzel a szövegkönyvvel, előadó művészekkel csodát fognak látni, tehát aki eljön, egészen egyedi. De nagyon-nagyon fontos, egy független műhelynél, aki a nézővel kommunikál és nincs háttérben fenntartói támogatás, nagyon-nagyon fontos, hogy elégedett legyen a néző, mert legjobb reklám az, ha valaki kijön, és felhívja 5 barátját, és azt mondja, hogy a gyerekek, ezt nézzétek meg, ezt nektek is látni kell. Tehát itt mellőlövés, pontatlan lövés nincs, nem lehet. Ezt mi nagyon-nagyon komolyan vesszük. Szoktuk mondani, a magyarnak pénzből, szabadidőből viszonylag kevés van, és még itt van a Covid leterheltsége. Tehát a fogyasztói szokások megváltoztak, az emberek utolsó pillanatban veszik meg a jegyeket, ez egy idegőrlő állapot egy producernek, egy producer beállítottságú alkotónak, embernek, meg az alkotónak is. Tehát összességében azért mi arra gyúrunk, hogy teltházat lássunk, minden széken néző jön, és aztán ezek elégedett nézővé változzanak. Tehát a kíváncsi nézőből legyen egy elégedett néző, amikor lement a 2x1 órás produkció, ugye 20 perc szünettel 2x1 óra maga a műmutatvány. Ezt a gyerekek is mosolyogva végig tudják élni. És hát 7-től 70-ig szolgáltatunk, ezt így szoktam mondani. Tehát a másfél éves lányod még pici ehhez, de azért reméljük, hogy fog annyit játszani a produkció, hogy nálad is beérünk, és egyszer el tudod hozni kézenfogva a színházba. Reméljük. A bemutató mikor lesz? A bemutató október 15-én lesz a RAM színházban. Ez egy pénteki nap.
és utána 16-án és 17-én dupla előadás, utána indulunk országos turnéra, és egy hónapban egyszer a Ram Színházba visszatérünk, hisz a főváros egy elég nagy felvevő piac ahhoz, hogy rendszeresen játsszuk, bemutassuk, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. A téma úgy lett megírva, hogy az apukák se unják magukat. Tehát az megint egy nagy felelősségpont és feladat, hogy a családot egységesen szórakoztassuk. Tehát mindenki megtalálja azt a motivációt, tehát ne az legyen, édes drágám, mert megint vettél 3 színházjegyet, el kell menni a gyerek miatt, tehát ezek az attitűdök nem működjenek. Vegyünk, tehát amikor megveszik a jegyet és eljönnek, akkor egységében éljék meg ezt a reméljük, hogy ők is úgy ítélik meg, hogy csodát. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezeket elmondtad, és akkor sok sikert! Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm. Köszönjük.